az 50-es, 60-as, 70-es évek, és hát némelyik közülük sajnos nagyon értékes, mert ritka. Tehát például Angliából vettem meg, mondjuk annó 5000 forinté. A csantavéri Forgó Józseftől még azokat a CD-ket is ellopták, amelyeken a régi idők slágerei voltak. Az egykori szövetkezeti otthonban bérel irodát, onnan pakoltak ki a tolvajok. Szerdán vette észre, hogy betörők jártak nála. Feltételezések szerint tolvajkulccsal jutottak be az épületbe. Valamilyen módon a bejárati ajtót nyitották ki, és úgy jutottak be. Hát olyan gépet, szerszámot vittek el, vagy gépeket és szerszámokat vittek el, ami egy része arra lett vásárolva, hogy majd megjavítva ezt ugye tovább adom, illetve egyiket másikat megtartom magamnak, mert különleges dolog volt, és hát úgy számítottam, hogy majd erre szükségem lesz. Nagy értékű heggesztőt, egy drága Omega órát, valamint régi számítógépet is elvittek az ismeretlenek. Forgó József, aki egyben a Vajdasági Magyar Szövetség helyi elnöke, 2000 euróra becsüli a kárt. Szerinte az ellopott tárgyakat kézben nem lehetett elvinni. Feltételezem, hogy nem maga volt, hiszen amiket elvitt, ahhoz egymaga kevés lett volna, vagy volt hozzá járműve, amibe bepakolta, vagy pedig többen voltak, és ezt elvitték. A szabadkai nyomozók is helyszíneltek. A fiókon még ott van az új lenyomat por. Forgó József azt mondja, nem hisz abban, hogy ellopott tárgyai előkerülnek.